szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, ez pedig itt az elemzőközpont legfrissebb adása, itt az Ultrahang csatornáján, a stúdióban pedig nem más a vendégünk ezúttal, mint Megyeri Jonatán Robi, a neokon.hu főszerkesztője, akit nagy szeretettel köszöntünk. Köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat, illetve téged is, András. És hát természetesen ma is érdekes témákkal érkeztünk, ráadásul aggasztó témákkal is, viszont mielőtt ezekbe belekezdenénk, továbbra is biztatjuk hallgatóinkat, hogyha még nem tették meg, mindenképpen érdemes csatornánkra feliratkozni, hiszen így értesítéseket is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételekről. Emellett pedig továbbra is biztatjuk Önöket, hogy ha amennyiben tehetik, támogassák az útrahangot, aki csak egy forinttal is támogatja az ultrahang munkáját, az Korlátlan podcast-reklámmentes podcast hozzáférést kap, illetve emellett az Ultrahang közönség találkozók reklámmentes változatát is elküldjük neki. A szolgálati közleményeken túlendővel viszont sajnos borúsabbnál borúsabb témákkal kezdünk, aztán majd igyekszünk talán egy-két vidámabbra is sort ejteni. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz sikeres. Igen, megpróbáljuk, meg, me, meg meg próbálni. megpróbáljuk. A hallgatók ezt nézzék el nekünk. Mi a próbálkozás részét azt biztosítjuk, azt, hogy mi történik a világban, azt sajnos nem tudjuk kontrollálni. Viszont talán onnan érdemes kezdenünk a beszélgetésünket, amit talán tényleg meghatározóan tematizálta a híradásokat az elmúlt időszakban. Ugye rengeteget találgattak, ugye, mind elemzők, mind hírközlők annak tekintetében, hogy mi lesz Irán válasza, ugye, az elmúlt időszakban végrehajtott izraeli likvidálásra és az izraeli akcióra. Ugye ez is magában egy érdekes történet volt, viszont ugye az utó matekja, az utó rezgés ennek az egész kérdésnek az egyre aggasztóbb, ugyanis a híradások most már egyre aggasztóbb hírekről szólnak. Hogyan vázolnád fel, aki esetleg mondjuk egy picit le is maradt ennek a hírfolyamnak a követésében, hogy pontosan mi történt, mi az, ami kiváltotta ezt az eseménysort, és mi az, ami most leginkább fenyeget? Tulajdonképpen az történt, hogy bő másfél héttel ezelőtt az izraeli hírszerzés segítségével Tamaszkuszban, tehát Szíriában az iráni nagykövetség mellett ti épületben egy precíziós dróntámadással Izraelnek sikerült likvidálnia az ICRG-nek, tehát az iráni forradalmi, pardon, IRCG-nek, az iráni forradalmi gárdának a magasrangú vezetőjét és vezetőit, összesen hat vagy hét tisztviselőről van szó, hogy kik voltak ezek, ezek a legkeresettebb terrorista vezérek voltak a világon. Izrael is listát vezet a terrorista vezérekről, és ha jól tudom, ez a fickó, a legmagasabb rangú, ez az első vagy második helyen lévő Terrorista vezető, tehát mondjuk nagyságrendileg vagy súlyban um, betennénk őt, nem tudom, Osama Bin Ladenhez, vagy mondjuk Qasem Sulejmánihoz, azok számára, akik még emlékeznek a néhány évvel ezelőtt likvidált ö, ö, egyébként pont iráni forradalmi gárda vezetőre, akit az amerikaiak likvidáltak. Ez egy precíziós dróntámadás volt egy ö, lakóépületben, ahol senki más nem halt meg, csak ezek a ezek a fickók. <kül> ami önmagában is egy katona, illetve hírszerzési bravúr. A, a dolog kényes része az az, hogy ez az iráni nagykövetséghez tartozó épületben volt. Ez diplomáciailag, hát hogy is mondjam, semmiképpen nem könnyíti meg a helyzetet. Ugyanakkor Izrael nem vállalta magára ezt a terrorcselekményt, Irán Izraelt vádolja, Izrael ezt nem vállalta magára, ennek az a gyakorlati és praktikus oka, a diplomáciában ez már csak így működik, és hát tulajdonképpen logikus is, hogy abban a pillanatban, amikor egy ilyen terrorcselekményt, vagy ilyen cselekményt valaki magára vállalna, akkor az egy nyílt konfrontáció egy másik állammal, amelyre a másik államnak kötelező választ adni, így viszont, ha elkerülhető, tehát Iránt nem szorítja a sarokba, hogy választ adjon, elkerülhető az iráni válasz, hogyha az iráni vezetés úgy dönt, hogy emiatt a kérdés miatt nem akar konfrontálódni például izrael -le. Abban a pillanatban, hogy ez. Tehát az, hogy Izraelnek volt-e lehetőségek kiiktatni ezt a figurát, többekkel beszéltem, múlt héten Izraelben voltam, többekkel beszéltem, akik azt mondták, hogy nem. Tehát, hogy ez ez egyszerűen kutya kötelessége volt ezt megtenni, nem, egy ilyen lehetőséget nem lehetett elszalasztani, hogy egy ilyen fickó szó szerint célkeresztbe kerüljön. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kellett tenni, annak dacára, hogy lehet tudni, hogy ez esetleg irántól valamiféle válaszreakció. Tehát az, hogy ez mi, mi lehet ez a válaszreakció, itt, a, tényleg a konvencionális válaszoktól egészen a, hogy mondjam, nagyon kreatív terrorista megoldásokig lehet terjed a paletta, tehát akár... Rakítan... meg is van hozzá az eszköz. És Iránnak sajnos vannak hozzá az eszközei, tehát neki megvannak a, azok a ballisztikus rakétái, akár földföld -föld rakétái, akár levegőföld rakétája, amelyek hosszú távok, Iránnak nincs közvetlen szomszédsága Izrael-el, tehát ott egy viszonylag nagyobb területet kellene, vagy kell befutni a rakétáknak, de az iráni rakétafejlesztési program évtizedek óta zajlik, ráadásul sikeresen, és és az atom, hiába az atom, hogy próbálják megállítani a nyugati hatalmak Irán atomfegyver fejlesztési programját, ez nem terjed ki. Ugye atomfegyver az egy nagyon jó, jó, jó dolog, pontosabban nagyon veszélyes dolog, de azt el is kell juttatni, és ehhez kellenek ezek a hosszú távú, ezek a hosszú távú befutó balisztikus, akár interkontinentális rakéták, és ez ide Iránnak van erre lehetősége. Tehát egészen innentől terjed a paletta odáig, hogy terrorcselekmény Izraelben, Izraelen kívül valamilyen izraeli célpontra, nagykövetség ellen is temmencs valamilyen zsidó intézmény ellen, akárhol a világon. Tehát ha úgy tetszik, akkor senki sehol nincsen biztonságban, ez persze a terrorizmusban a legdermesztőbb és a legiesztőbb, hogy nem tudjuk, hogy hol csap le, és hiába a, a hírszerzés, és az a szakértői álláspont, ha jól tudom, hogy minden, minden megvalósult terrorcselekményhez tartozik másik száz, amit lefülelnek Istennek hála, de hát minden, mindent nem lehet kivédeni. Tehát ilyen szempontból ez most egy nagyon veszélyes időszak. Ami ma történik konkrétan, hogy most beszélgetünk, ez pedig pont az, hogy az amerikai hírszerzés arról azt nyilatkozta, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e Iránnak válaszlépése, hanem az, hogy mikor lesz válaszlépése. Csak hogy kontextusba helyezzem, és akkor itt be is fejezem a hosszú monológot. Attól nagyon kevesen tartanak a szakértők közül, hogy egy nyílt háború tör ki Izrael és Irán között, mert az egy olyan helyzetet teremteni, és én nem akarok én nem, nem tudom, ördögöt festeni a falra, vagy valamilyen nagyon borús képet felfesteni, de az egy, az egy olyan regionális konfliktus, amely nagyon könnyen nemzetközi konfliktussá fajulhat. Biden elnök egyébként pont az elmúlt órákban sajtótájékoztatót tartott és elmondta, hogy dacára az most éppen nem olyan fényes, vagy nem olyan sima izraeli-amerikai, vagy amerikai-izrael, inkább így fogalmaznék viszonynak, sziklaszilárdan kiállnak a zsidó állam védelme mellett. Tehát magyarán ez azt jelenti, hogy ha Irán nem elégszik meg egy terrorcselekménnyel, akkor, és, és, nyílt konfrontációt hajt végre, akkor az az amerikai Egyesült Államokat is arra sarkalhatja, hogy belépjen egy ilyenbe, az pedig, az pedig nem jó Iránnak. Tehát ez, sőt, hát nyilván senkinek nem jó. Az, hogy mi lenne Oroszország és Kína szerepe egy ilyen szituációban, azt szintén elgondolni is rossz. Én azt gondolom, hogy Kína nem akar egy nyílt konfrontációt az Egyesült Államokkal, Oroszország egyszerűen nincs erre felkészülve. Jelenleg leköti minden kapacitását a térségében folyó, egyébként saját maga agressziója. Úgyhogy még mindig azt mondanám optimistaként, hogy nem hiszem, hogy egy ilyen háború lesz, de az, hogy valami lesz, ez, ez sajnos nagyon valószínű, és jó Isten legyen irgalmas mindannyiunkhoz. Félni nem kell természetesen, de ad nagyon óvatosnak lenni, azt igen. Ez is lett volna egyébként a következő kérdésem, mert ugye Irán esetében ugye azt azért eddig is tapasztalhattuk, hogy főleg ha Izraelről volt szó, akkor az eszköztáruk azért elég kreatív volt, most így határozottan idézőjelbe szó... pakolva ezt a szót, hogy kreatív, viszont mindeközben azért az is látható, hogy a konfliktus jellege és hevessége azért, mint hogyha nem feltétlenül egyenes arányos, egyenes ágú tehát durvulást mutatna, de azért egyre határozottabban, egyre keményebben azért érzékelhető az, hogy az Izrael és Irán között szemben álló, illetve között fennálló ellentétek azért azok egyre markánsabban ott vannak, és még talán azt is elmondhatjuk, hogy egyre komolyabb kérdések mentén vannak ezek az egyet értések, most így finoman fogalmazva. És ugye ennek kapcsán kérdeztem volna azt egyébként természetesen, de akkor ezt már félig meddig érintettük, hogy egyrészt a közvetlen katonai konfrontáció esetében, vagy ha egyáltalán ennek van esélye, akkor azért az ugye milyen esetőségeket hozna magával, de hogy ezt így félig meddig érintettük, viszont hogyha erre nem is látsz akkor esélyt. Mondjuk arra például, hogy az általuk üzemeltetett proxik, mondjuk gondolok itt akár a hezbollah vagy más olyan szervezetekre, amik most igazából persze terminológiailag különbözőek, de azért mégiscsak igazából majdnem ugyanarról az entitásról beszélünk, akkor ott viszont igenis van egy olyan lehetőségük, ahogy említettük a beszélgetés elején, hogy ugyanúgy, ahogy most Izrael nem kényszeríti bele feltétlenül abba a, 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 a Iránt, hogy kötelező legyen neki válaszolni. Ugyanezen a vonal mentén, ugye, ha a Hezbollah támadja meg Izraelt, akkor az nem feltétlenül közvetlen katonai konfrontációt jelent Iránnal sem. Tehát erre például látsz esetleg valami esélyt, vagy mondjuk, ha például ugye mindenképpen ugye ezek szerint ugye elkerülhetetlen az iráni reakció, akkor például nem erre lenne talán a legnagyobb esély? Mondjuk, hogy a Hezbolláknak a különböző, eddig is egyébként fennálló aktivitásai mondjuk megerősödnek, és akár mondjuk ott mondjuk akár Libanon a full frontális háború alakulhat ki? A kérdés nagyon jó. Ugye Irán, az, hogy Irán mennyire válik agresszívé, ez leginkább annak a függvénye, hogy milyen adói vannak a kezében. Ugye attól válik valaki nagy legényé, hogyha erősnek érzi magát. Irán attól érzi magát erősnek, hogyha felkészült a fegyverekben, illetve az ő esetében nagyon fontos még a nemzetközi támogatás. Ugyanis maga hiába Irán egy tekintés méretű ország, és egyébként sok tízmillió lakossal, akik persze megosztottak politikailag és ideológiailag, de mégiscsak sok tízmillió hadrafogható lakossal, ízre egy pici ország, alig tízmillió lakossal, aki egyébként le van most éppen foglalva egy, egy háborúval. Tehát, hogy ennek dacára Iránnak szüksége van nemzetközi támogatásra, fegyverek szempontjából is, politikai szempontból, tehát ha úgy tetszik, diplomáciai szempontból is. Most a Iránnak az volt ez eddig a, a taktikája az elmúlt évtizedekben most már, hogy nyíltan nem konfrontálódott ő sehol. Irán egy bajkeverő állam, egy konkrét igazi klassz, szó, szó, szoros értelmében vett bajkeverő gazember állam, angolul ezt tudnának, hogy rogue state, egy igazi gazember állam, aki regionális hegemóniára törekszik, erről már beszéltünk ebben a stúdióban is, és rajtam kívül más szakértők is mondták azt, hogy tehát itt, hegemo, itt regionális hegemóniáról van szó, a térség, ki lesz a térség ura, ki lesz a Jani a gáton, Uh, Iránnak ez a célja, és ezt, ezt jelenleg, úgy, ahogy te is mondtad, proxikkal intéztette a piszkos munkát. Ezek Libanonban a Hezbollah, Gázában a Hamász, az iszlám dzsihád, Jemenben a Hutik, akik szutyongatnak, tehát különböző terrorszervezeteket tart fenn, pénzzel, lát el fegyverrel. Ugye Szíria egy konkrét iráni fegyverraktár, szinte az egész ország. Területén, főként a nyugati oldalon Izraelhez közel, tehát őrület munkát végeznek. Most egy, egy, egy gondolat erejéig azért térjünk oda vissza, hogy 2015-ben az amerikai kormányzat kötött egy atom, atom programot Iránnal, amelyben irgalmatlan mennyiségű pénzt kínáltak Iránnak, hogy egy rövid időre felfüggesz a, a nukleáris célú, vagy a háborús célú, fegyvergyártási célú atomprogramját. Ebből a Trump kormányzat kilépett, és um, megszüntette ezeket, bezárta ezeket a pénzcsapokat, ugyanakkor a Biden kormányzat visszalépett ebbe a, ebbe a megállapodásba, vagy legalábbis nem szóval tulajdonképpen visszalépett ebbe a megállapodásba. Irán minden szakértő szerint, és ez dermesztően kell, ha minden, ez mindenkit meg kell dermeszen, Irán konkrétan hetekre van attól, hogy fegyverminőségű urániumot dúsítson, vagy ez álljon rendelkezésre, és azokat az előbb említett ICBM-eket, tehát interkontinentális balisztikus rakétákat nukrális fejjel lássa el. Egy ilyen ország, ha nukleáris fegyverhez jut, azt nem kell mondjam, hogy a nukleáris fegyvert nem kell használni feltétlenül. A dolognak az ijesztő mi volt az, ami erőt ad egy országnak, az elrettentés politikája ha úgy tetszik. És tulajdonképpen Irán, hogyha most nem is lép, amit remélek, hogy így lesz, akkor is tulajdonképpen a célját valamilyen tekintetben elérte, hiszen hiszen rettegésben tartja most jelenleg Izraelt, és egyébként a nyugati világot. Néhány órával előbb jelent meg, hogy a német Lufthansa légitársaság felfüggesztette a teheráni járatait, nem a Tel Avivit, azt teljesen indította a teheráni járatait, félve az esetleges Irán háborút fog kezdeményezni. Tehát, tehát ennek elképesztő nemzetközi jelentősége lehet. De azt is kell tudni, hogy még egyszer egyedül Irán hiába nagyon nagy és erős, és rendkívül sok fegyvere van, és piszok sok olaja, meg nagyon sok pénze is. Most már, hogy a szankciókat megszüntették, de egyedül nem tartom valószínűnek, hogy az oroszok és, és vagy a kínaiak nélkül ő merne valamit lépni. De még egyszer, ha az Egyesült Államok Izrael oldalán áll, már pedig ott áll és ott van, Irán mögött meg ott lennének az oroszok, az tulajdonképpen egy nyílt konfrontáció lenne, mondjuk Oroszország vagy Kína és az Egyesült Államok között. Ebben azt gondolom, hogy ezt ezeket az ambícióit Iránnak le, le, lehűti, lehűtheti az orosz vezetés, vagy akár a kínai vezetés, az beláthatatlan következményekkel jár, az, az, az konkrétan ki sem mondani a harmadik világháború szót. Tehát az, az már beláthat... már eleget most ez nem. igen. Saj, sajnos hál' Istennek csak beszéd. Tehát ez, 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 azt gondolom, hogy nem állhat érdekében, nem állhat érdekében senkinek, de azért egy dolgot ne felejtsünk el, és ez pedig a hülyeségfaktor. De hát ez, sosem szabad figyelmen kívül Szenvedi hagyni ügyeség. azt, hogy? Hát az emberi hülyeséget a történelemben sokszor. Hát igen, Tehát azért, azért, ezek, azért ezek nem, hogy mondjam, nem az iráni vezetés az nem a mi európai zsidó-keresztény kultúrkörben szocializálódott fejeink, ezek teljesen elborult elmék vannak, és fundamentalista ideológusok. Tehát ezt a faktort, ezt nem lehet teljes mértékben kizárni. Úgyhogy jelenleg igen, a az, az, az pedig, hogy a Hezbollah eddig nem lépett, ugye ott az északi front megnyilásáról is beszéltünk már korábban, Izrael szempontjából, Ugye a Hezbollah is rendkívül veszélyes, veszélyesebb, ha úgy tetszik, mint a Hamas Gázában. A Hezbollahnak rengeteg rakétája van, és igazi rakétáik nem olyan összebuharáltak, mint a gázaiaknak, hanem konkrétan Iránból, Médin Irán, és szépen bedobozolva érkeztek meg Libanonba teljesen legális módon, nem is fű alatt, ha úgy tetszik, vámkezelt áruról van szó, és vagy 150 ezer darabról, tehát elképesztő mennyiségű harcedzett katonáik vannak, akiket Irán és Szíriában, egyébként Szíriában a terepen próbálták ki őket, tehát a szír, most már évek óta zajló háborúban ö, ö, trenírozták ezeket a Hezbollah-terroristákat. Tehát ö, ennek a frontnak a megnyilása, amitől eddig a, a, a Hezbollah úgy tűnik, hogy ö, tartott, ez ez, ez ez viszont simán elképzelhető. Az, hogy ez kiterjedne, ez még egyszer akkor, ak Izraelben azt gondolom, hogy ebben erre fel van készülve egy, egy északi front megnyilására, de az, hogy még hány oldalról érkezik a támadás, mondjuk például Cisziordániából akár az ott lakó palesztinok kezdenek egy kicsit beindulni, vagy az Izraelben lakó egyébként, izraeli állampolgár 1,8 millió egyébként nagyon boldog és alapvetően hálás és boldog arab lakos, ezt ettől már tényleg ezzel jobb sem gondolni. Igen, és ugye még arra térnék ki röviden, hogy ugye egy ilyen kérdéskörben, de többször is említette, és ugye nem kihagyható például az Egyesült Államok szerepe sem. És ugye most például, amikor a Hezbollah mozgolódott ugye bizonyos időszakokban, ugye akkor is azért, hát nem is közvetlenül erre reakcióként, de azért érdekesen közel az eseményekhez jelentek meg ugye amerikai repülőgép hordozók a régióban. Tehát azért az Egyesült Államok azért, hogy a finoman is, de azért több alkalommal azért azt jelezte, hogy ha, ha itt további front szélesedésről, vagy további frontok megnyilásáról van szó, az egyáltalán nem kizárt a, akár a közvetlen amerikai beavatkozás is. És ugye természetesen ugye ez közvetlen politikai szinten, de inkább csak támogatás tehát támogatás kifejezésében jelezték, de azért ugyanúgy, hogy most lehet így finoman fogalmazni, az Egyesült Államok azért a közel-keleten már nem először szállna hadba. Ismerős terem. Igen, tehát már van gyakorlatuk, most lehet így is fogalmazni. És azért Irán, még annak ellenére is, ugye, hogy voltak itt ilyen egyezmények, amikről ugye beszéltünk is, és, és megjegyzem, ott republikánus és demokrata oldalon is sok sokféle szembenállás volt, de azért, hogyha arról van szó, hogy közvetlen katonai konfrontáció fele tendálódnak a dolgok, és negy isten a Hezbollah például frontot nyit, akkor azért te mennyi esélyt látsz arra, vagy jobban mondva inkább úgy kérdezném, hogy mennyi esélyt látsz arra, hogy nem lép be az Egyesült Államok, mert azért egy ilyen helyzet esetén, hogyha az általad is említett rakéta arzenát például Libanon felől mozgósítják, akkor ott azért papírforma szerint az Egyesült Államoknak már éppen hogy csak nem kötelezettségei adódnak a kérdésben. Izrael fel van készülve erre az esemény eshetőségre, és is nagy valószínűséggel ilyen vagy olyan módon, de meg tudná magát védeni, de mindeközben azért az Egyesült Államok azért ezt már párszor jelezte, vagy akár is eredtett, voltak utalások, hogy ilyen esetben mi történhet, akkor mi történne? Szerinted az Egyesült Államok milyen helyzet elé Kerülne úgymond, mondjuk például a libanoni front megnyílása esetén? A rövid válasz az, hogy rendkívül nehéz helyzetben. A, a picit hosszabb válasz az az, hogy én azt a lehetőséget, egy Libanon, ha Libanonból megnyílik egy front, az elképesztő borzalommal jár, és egy rendkívüli katonai szempontból egy rendkívüli nagy kihívást jelentő a szituáció Izrael számára. De még nem szükségelteti azt, hogy konkrétan amerikai bakancsok lépjenek a területre. Ugye ez az, amit az Egyesült Államok és minden normális ország el akar kerülni, hogy, hogy a katonáit, de ahogy szokták mondani, boots on the ground, tehát bakancsot küldeni, hogy amerikai katona rálépjen egy idegen földre és ott harcoljon. Ezt mindenki el akarja kerülni. Választási év van, ez drámai következményekkel járhat Amerikában politikai szempontból. Az, hogy anyahajóról biztosítanak, és ugye már a október 7-i terrortámadás után is megjelentek amerikai és brit anyahajók a környéken, amelyek kellően eretentő erejűek egyébként. Tehát azért fel vannak az olyan rakétákkal, amelyek elképesztő pusztítást tudnak végezni. Például Libanonban, hogy arról van szó. És ezt teszik, nem akarok ironikusan fogalmazni, de ezt teszik viszonylag kényelmes pozícióból, tehát katonák konkrét a küldésével, akkor erről, erről azért szerintem mindenképpen lehet szó. Arról is, hogy az Egyesült Államok fegyvert szállítson, még több fegyvert szállítson Izraelbe, mondom ezt úgy, hogy az ukrán-orosz konfliktus egyik nagy tanulsága, én azt gondolom a nyugati világ számára, hogy egyszerűen nem rendelkezik a nyugati világ elegendő fegyvergyártási kapacitással. Tehát ez Európában egyértelműen látszódott, de az Amerika Egyesült Államokban is látszik. Sőt, tovább megyek, Oroszország sem rendelkezik kellő mennyiségű fegyvergyártó kapacitással. Tehát azt, azt a világ úgy tűnik, hogy alig tudja megengedni magának, hogy 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 modern eszközökkel vívjon egy, egy egy világháborút. Szóval én azt nem, azt, azt nem tartom valószínűleg. az, hogy megnyílik a libanoni front, és az, hogy az Izrael azt, hogy itt erre az esetőségre számolnak, itt megvannak a szenáriók, itt erre az izraeli hadsereg felkészült, légierővel is felkészült. A, a Hezbollahnak légierője nincsen, a, a libanoni hadseregnek sem a Szíriában sincs már gyakorlatilag még erő, de minden elpusztult, a Libanonnak nem is nagyon volt, már az utóbbi időben Izrael erre jól fel van készülve. Egyszer láttam egy, egy elemzést arra vonatkozóan, még ez egy pár hónappal ezelőtt volt, amikor arról beszéltek, hogy esetleg megnyílik egy libanoni front, az hány izraeli Isten mencs halálával járna, és ott azok a számok azért dermesztőek, tehát ezt, ezt a jó Isten óvjon meg mindannyiunkat. Még egyszer, az, hogy amerikai bakancsok lépjenek, azt én nem tartom valószínűnek. És akkor igazából megmaradt ugye az a halma, az, amit ugye egy kicsit talán a legnehezebb kiszámítani, hogy mi lesz akkor, hogyha nem katonai módon. Ha nem marad a, a jó, jó, jól bevált régi terrorizmus, ami viszont szintén az meg, az meg rettegésben tartja, mert ráadásul ez egy türelemjáték is. Tehát itt, itt arról van szó, hogy, hogy retegésben tartod a másikat, és egyszerűen addig, amíg bele nem bolondul. Tehát nézzük meg, mi történik az izraeli túszokkal Gázában, ugye, akikről most egyébként szintén ma arról jelentek, meg amerikai hírszerzési információk, hogy a többség valószínűleg már nem is él. De ez egy játék, És erre mennek rá, ez az ő taktikájuk, hogy féljenek tőlük, félelemben tartsanak és kifárasszanak addig, amíg egyszerűen beletébolyul a nyugati ember, mert nem tudja, hova érkezik a csapás. Érkezett a csap volt terrorakció nem olyan régen Moszkvában, amit egyébként az ISIS vállalt magára, az oroszok az ukránokat vádolják, de azt mondja, mindegy is. Európában is lehet támadás, az Egyesült Államokban is, Izraelen belül is, és nem is kell, hogy szorosan ehhez kötődjön. Tehát, és időben is megfelelően előkészített dologra lehet kisebb vagy nagyobb. Én azt gondolom, hogy a hírszerzés az, és remélem, hogy a hírszerzés nagyon keményen dolgozik és végzi a feladatát. Hát ugye említettük itt az amerikai politikai szférát, ugye annak függvényében, hogy erre is hatása lehetnek az események, viszont akkor egy picit közvetlenebből is rákanyarodva ezekre a kérdésekre. Ugye az Egyesült Államok, ugye az például tapasztalható volt az elmúlt időszakban, hogy azért a korábbihoz képest azért keményebb retorikát kezdett el alkalmazni, például a, a gázai háborúval kapcsolatban is. És ugye ott is az van, hogy Megfigyelhető ugye ez a fajta amerikai jogozás, amit egyébként már nem először lehet látni, hogy természetesen, természetesen leginkább pláne demokrata vezetés esetén, hogy megvan az alapvető támogatás, de amikor arról van szó, akkor igenis vannak helyzetek, ahol igyekeznek Izraelt rákényszeríteni, vagy ösztönözni olyan lépésekre, amelyek akár az ő politikai agendájuknak egy picit jobban kedveznek, vagy jobban megfelelnek, és ugye a választásokhoz közeledve ugye ez is egy érdekes kérdés lehet, hogy ugye említettük itt a közvetlen katonai szenáriókat, amelyek esetében hogy az Egyesült Államoknak sincsen sok választása, de egészen addig ez a fajta a váltás szerinted megmarad-e, vagy ez lesz -e a várható narratíva a jövőt tekintve, mert ugye azért Bidennek is természetesen vannak olyan szavazók, akiket meg kell szólítani, akik mondjuk nem biztos, hogy támogatják Izrael háborúját ebben a kérdésben, és ezek azért sok esetben demokrata beállítottságú, szélsőségesebben baloldali beállítottságú szavazók az Egyesült Államokban is. Hogy látod ennek a, a több rétegű kérdését, milyen uh, Egyesült Államokbeli hozzáállás várható a, akár a mostani háborúval kapcsolatban is? Elég azt megnézni, hogy az Egyesült Államok retorikája hogyan változott meg az elmúlt hetekben Izrael-el kapcsolatosan, főként uh, miután történt egy súlyos uh, hiba az izraeli hadsereg részéről, amikor a, a, a ezt a Nemzetközi Élelmiszer Segélyező Szervezetet, vagy annak a konvoját érte, érte találat az izraeli hadsereg részéről, és ott meghalt, ha jól emlékszem, hét munkatárs, akik élelmiszert osztogattak. Ez egy tévedés volt, ami miatt Izrael bocsánatot kért, és azt kell mondjam, hogy egy sajnálatos, nyilván sajnálatos hiba, és még ha elő is fordul, és úgy tetszik, normális dolog az ilyesmi egy háborúban, sajnos a háború az veszélyes zóna. Az amerikaiak több véletlenszerűen, vagy véletlenül több segélykonvojt iktattak ki annak idején Afganisztánban, vagy Irakban, vagy hasonlók. Tehát ez nem precedens nélküli, de természetesen mindenképpen szomorú és elítélendő. Ez most az amerikai vezetést arra sarkalotta, hogy minden eddiginél mindegyem eddiginél hangosabban szólítsa fel Izraelt arra, hogy tartóztasson önmérsékletet, és hova tovább, nem csak, hogy szaporítsa a segészállítmányok beáramlását Gázába, de, de hogy hagyja abba a háborút, vagy valami hasonló. Amerika ilyen szempontból ismert kottából játszik, ha úgy tetszik, azt Douglas Murray fogalmazta meg úgy, hogy Izrael az egyetlen ország a világon, amely, amely nem engedheti meg magának, hogy háborút nyerjen, mert a világ nem hagyja neki. És itt a Amerikáról is van szó, szóval egyszerűen nem hagyják, hogy Izrael győzzön. Minek az embernek ellenség, ha ilyen barátai vannak. De nem, 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 nem hagyják, hogy Izrael győzzön, még akkor is, hogyha egyébként és most akarom reklámozni a neokon, de hát de, de, mit akarom reklámozni, neokon.hu-n hoztunk, le egy, hoztunk le egy nagyon érdekes elemzést azzal kapcsolatban, hogy Gázában hány civil áldozat volt, ugye 33 ezerről beszél a Hamas propaganda, csak ők kifelejtik azt, hogy ebből 13 ezer terrorista, 4500, ha még igaz is a szám, 4500 ennyi idő alatt meghalt volna amúgy is, mert évente meghal 9000 ember Gázában, ennek a fele fél év alatt, tehát hogy ez egyszerű természetes halálozás, és akkor még ez szépen le van vezetve, hogy hogy nem jön ki a szám sehogy sem, és ennyi halott, ennyi civil áldozat biztos nincsen, hanem amennyi lehet, az esetleg minden terroristára maximum egy civil áldozat, ami pedig világrekord, ilyen, ilyen precízen semmelyik hadsereg nem dolgozik a világon. Nos, tehát... Ilyen, főleg, főleg, ugye ilyen szűk régióban, mert ugye... Ez, egy, és sem... az, ez egy városi hadviselés. tehát urban Igen. warfare. Ez egy, ez, a leg, ez egy, teljesen más kategória, mint ami például Ukrajnában zajlik háború, tehát itt egy négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre való előrehaladás van. Ez egy, ez egy teljesen más katonatudományilag, vagy hat, hat ez egy teljesen más ö, 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 harcmodor, vagy harcmetodik, Tíván, mint amikor nyílt terepen tankok mennek egymással szemben, és hasonlók. Nos, hát ami történt az az, hogy, hogy az amerikaiak, az amerikai demokrata párti vezetés egyre inkább úgy tűnik, hogy enged a párton belüli progresszív baloldali, progresszív baloldali nyomásnak, amely próbálna az amerikai vezetést eltántorítani vagy eltávolítani az izrael támogatástól, azt remélve, hogy ezzel szavazatokat nyerhet. Én a magam részéről ezt elképesztő ostobaságnak tartom. Többek között azért is, mert hiába fókuszál Biden elnök Michiganre és Massachusetts államokra, ahol nagy arányú muszlim lakosság van, és ha ők nagyon nincsenek megelégedve az amerikai elnök kvázi Izrael párti politikájával, pontosabban Izrael párti politikájával, és ezeknek a szavazóknak a szavazatát félti esetleg a Biden kabinát. Én azt gondolom, hogy ez egy téves számítás, az eh, annál is inkább, mert bármennyire is utálhatják a muszlim szavazók a demokrata kormányt, a, a Trump, Trumpra akkor se szavaznának, mert az, ő, szempontjukból sokkal rosszabb lenne, hát Trumpnál nem volt pro izrael elnök a világtörténelemben, tehát egyszerűen nem gondolnám, hogy, hogy, hogy még ha nem is annyira jó szívvel, de hogy ne Biden mellé húzzák be az X-et. Nos, tehát úgy tűnik, hogy az Amerik úgy tűnik, hogy másként viselkedik az amerikai kormány most, hogy választási év van, mint hogyha, ez a, mint hogyha most nem egy választási évben lennénk. Elképesztő kihívásokkal küszködik a Biden kormányzat belpolitikailag, és ebben, és ebben úgy tűnik, hogy az Izrael támogatottság, vagy Izrael támogatás, ez, ez egyik azon neuralgikus pontoknak, amelyben a Biden kormány rossz helyre teszi a hangsúlyt, vagy rossz helyre teszi, a, a vagy rossz nem tudom, felkiáltó jelet tesz a végére. Úgyhogy, úgyhogy, az amerikai belpolitika az rendkívül képlékeny. Ami Trumpot illeti egyébként, ugye Trump egyértelműbben kiáll Izrael mellett most, mint mondjuk a Biden is kiáll, de egyértelműbben, mint a Biden, sokkal egyértelműbben, mint a Biden kormányzat, de annak, hogy Trump is azt mondta, hogy ő a maga részéről mindennel egyetért, amit Izrael csinál, minden teljesen jó, de azért le kéne most már zárni ezt a háborút, tehát ő konkrétan azt mondta, hogy minél hamarabb fejezzék be a munkát. Tehát ő nem azt mondta, hogy hagyják abba, hanem azt mondta, hogy csinálják végig, csak minél hamarabb. Igen, és ha már Trump szóba került, és a belpolitikai képlékenység, akkor valami nem változik a belpolitikában sem, mert Donald Trumpot természetesen megint bíróság elé fogják állítani. Jövő uh, héten is igen, is. igen, igen. Bár, bár tényleg az a helyzet, hogy még, még az. Én ezért tényleg már régóta követem azért, hogy Trump éppen mi történik, de azért most már annyi de nehezen lehet ezt már lekövetni és megmondani, hogy éppen hol tartunk. Viszont mindeközben má, másik szempontból, viszont most az ő esetében is felmerült például egy olyan kérdés, ami azért egy picit port kavart, és nem, kivételesen nem azért, mert bíróságra kerül. Most már egyébként szerintem lassan ott tartunk, ugye az már nem is kavar port, az már a, a megszokott listán található meg, hogy Trumpot megint bíróság elé állítják, viszont ezúttal ugye egy abortusz törvények kapcsolatos bejelentése volt az, ami, ami egy picit megbolygatta a belpolitikai szinteret. Szóval akkor a, röviden a kérdésre van, hogy mi történik most éppen Trumpa, megy a bíróságra, és mindeközben ugye erről beszélnek ezen kijelentése miatt. Hogyan kell ezt most elképzelni? Ugye Trumpnak több tucat bírósági ügye van, folyó ügye van jelenleg, és úgy tűnt eddig, úgy tűnik még most is, és szerintem így lesz ez még a rövid távon is, hogy minél többet próbálják Trumpot ellehetetleníteni jogi eszközökkel, ő annál népszerűbb lesz. Jövő héten valóban megjelenik a New York bíróságon. Egy felnőtt filmes színésznő Perelte be, hogy néhány évtizeddel ezelőtt Trump állítólag pénzt adott neki, hogy hallgasson a köztük lévő valamilyen viszonyról. Ezt Trump tagadja. Ez egy gyenge lábakon álló vád egyébként, ne, nem áll elég erős lábakon. Annak ellenére, ami, ami nehézét teszi, az, a, az pont a, a Trump elleni, főként a New Yorki Legfelsőbb Bíróságon tapasztalható rendkívüli ellenszem, és a, ugye a New Yorki fő, főügyész, Leticia James ő konkrétan eh, erre tette föl a karrierjét, hogy Trumpot rács mögé jutassa, tehát azért az már eleve mutatja azt, hogy mennyire lehet pártatlan egy ilyen főbíró, akinek ez a kedvenc foglalatossága, vagy a legfőbb életcélja, célja. is ha... kellett egy hobbi. <laughs> Igen, mindenkinek kell egy hobbi, így van. Úgyhogy, úgyhogy a Stormy Daniels néven elhíresült felnőtt filmes lesz az, aki a Trump bíróságra kerül. Trump be is mondta rögtön, hogy őt büszke fejjel menne börtönbe egy ilyen, egy, egy ilyen ügyben, és lenne a modern korin Nelson Mandela. A, társ, a, a párhuzam az teljesen téves, teljesen rossz és teljesen hízetlen, de hát olyan Trumpos. Tehát, hogy ezzel, ezzel ez, még nem érdemes, meg, ez nem. még nem meglepő. Ami viszont tényleg meglepő, vagy egy kicsit, vagy sokaknak meglepetést okozott, ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy brilliáns politikai húzás sokaknak okozva meglepetést, az az abortussal kapcsolatos bejelentés. Itt annyi háttérinformációt érdemes tudni a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy Amerikában az abortusz ügy az egyike a legfontosabb beszéd témáknak, és egyik a legfontosabb választási, hogy is mondjam, választási orientációnak vagy fókuszpontoknak a gazdaság, a jólét, a munkanélküliség, infláció, tehát a konkrétan a pénztárcát érintő ügyek mellett az abortusz az egyik ilyen nagyon fontos kérdés, csak hogy kontextusba helyezzem, már csak azért is, mert egy konzervatív bűsorban vagyunk, én pedig egy rabbi volnék, hogy az Egyesült Államokban évente cirka 900 ezer abortuszt hajtanak végre, ez a legnagyobb, a, a legtöbb halált kiváltó ó, oh, egyetlen ok, jó? Tehát minden, minden, csak ezután következik, ha külön szállazzuk. Tehát, és, és, az Amerikában a, a, törvénykezés abortus szempontból, abortus szempontból nagyon szélsőséges, tehát tulajdonképpen a terhesség egészen kései, akár 7.-8. hónapjában is meg lehet szakítani bizonyos esetben egy terhességet, és ezért az amerikai társadalomban a kérdésben rendkívül megosztott értelemszerűen a konzervatív, nagyon keresztény, elveket valló szavazók rendkívül abortusz ellenesek, ők az úgynevezett pro-life, tehát az életért mozgalom, a másik pedig az, a, akik úgy mondják magukat, hogy a nők testének szabadságjogaiért harcolók, ő, ő volna a másik tábor. Amit Trump bejelentett, az egy nem meglepő, Bejelentést, tulajdonképpen. Ő azt mondta, hogy ő föderális szinten, szövetségi szinten nem kívánja ezt a dolgot eldönteni, hanem meghagyja államok szintjén ennek a döntésnek a jogi szabályozását, ami azt jelenti, hogy lesznek államok, vagy vannak államok. Egyébként az azt jelenti, hogy megtartaná azt a státuszkót, ami most van. És mi ez a státuszkó? Ez az a státuszkó, amit egyébként Trump hozott létre, amikor, az, a, 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 amikor a, pontosan a, a Trumpi bíróság, a Trump által meghozott bírók hoztak létre, amikor az úgynevezett Roe kontra Wade ügyet, ügyben az amerikai legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy föderális szinten nem lehet beleszólni az abortusz kérdésbe, ez egy állami szintű döntés kell, hogy legyen. Tehát ilyen szempontból nem meglepő, amit Trump csinált, politikai szempontból zseniális, mert egy ilyen nagyon megosztó kérdésben nem foglalni állást és azt mondani, hogy hát én nem vagyok minden titkok tudója, hát ezt majd az államok döntsék el maguk között. Meg ezen döntik is. És döntik is, tehát hogy tartsák meg. Ez egyrészt önazonos abban a tekintetben, hogy hát az ő által a kinevezett bírók általi precedenst eltörölve lépett érvénybe az a szabályzás, ami most van, tehát ez tulajdonképpen neki köszönhető, ha úgy tetszik, nem meglepő, hogy ezt, ezt tartaná meg. Ugyanakkor az is igaz, hogy azt a pro-life, azt a nagyon abortus ellenes, radikális abortusz ellenes társadalmi csoportot, amely széles, ez egy széles társadalmi csoport egyébként az Amerikában, őket valamennyire felbosszanthatja az, hogy az elnök nem lépett valamilyen nagyon határozottat ebben a kérdésben. Arizona államban, ha jól emlékszem, pont egy-két nappal ezelőtt ennek megfelelően, ott egy nagyon konzervatív főbíróságban, konkrétan be is tiltották az abortuszt, punktum, Tehát, hogy nem nagyon nincs nagyon lehetőség abortuszra. El kell menni másik államokba, hogyha az ember ilyesmi. Tehát, hogy itt, itt ilyen, erre, erre van lehetőség. Sokakat meglepett, mert azt gondolták nagyon sokan, hogy Trump majd most ad egy, ad egy ilyen csontot, ha úgy tetszik, dob egy ilyen nagyon nagy ajándékot a, a pro-life-osoknak, a, a nagyon konzervatív szavazóknak. Nem tette ezt meg, akik viszont talán ezek a szavazók észreveszik azt, hogy ez politikailag viszont egy ilyen megosztó kérdésben és egy utolsó gondolat a Trump elnökségre vonatkozóan. Trump, a Trump elnökség rendkívül sokszínű, ugye? A trumpizmus rendkívül sokszínű, és a retorika nagyon színes. De hogyha konkrétan, a poliszt, konkrétan azt a politikát nézzük, amelyet Trump képviselt, az nem volt egy radikális politika. Az nem volt egy radikálisan konzervatív, hanem az egy, az egy nagyon mainstream, középutas politika volt. Tehát lehámo, ha lehámozod ezeket a sallangokat, a Twitter üzeneteket, meg a, meg a beszólásokat, meg az őrült ö, retorikát, akkor tulajdonképpen a Trump elnökség egy nagyon konszolidált, középvonalas. Ö, Kiszámítható konzervatív elnökség volt. Minden, aminek nem látszott volna. Minden, aminek nem látszott volna, és ez várható egyébként. Tehát, hogy ilyen szempontból az ember egy picit mást kap, mint amire más mozit néz, mint amire jegyet váltott, mert Trump magához képest nagyon jól teljesít, mindenki azt gondolja, hogy majd ugye ott lesz a kezén, ott van a keze a piros gombon, egy atomháború fog indulni. Nem indult a továny, nem, hogy atomháború nem indult, semmilyen háború nem indult. Ezzel szemben Biden bácsinál meg elindult, két nagy háború is forrong az egész világ. Obama úgy adta az elnökséget Trumpnak, hogy mindenki arról beszélt, hogy a dél-kínai tengeren állomásoztak az amerikai anyahajók, mikor fogja Kína megtámadni Tajvant, lerohanni, és az amerikaiak mikor fognak nyílt konfrontációba lépni a kínaiakkal. Ettől rettegett az egész világ. Így adta át Obama a kulcsot. Az egyébként a békeszerető Obama, aki felgyújtotta a teljes közelkeletet, kirobbantotta az arab tavaszt, Líbiában ki tudja hány amerikai diplom, amerikait gyilkoltak meg, és így tovább, és így tovább. Ezzel szemben Trump nem indított háborút, pacifikálta a kínai kapcsolatot, pacifikálta az észak-koreai kapcsolatot, visszavonta az iráni atomalkut, ami miatt Iránt ellehetetlenítette. Tehát, hogy csupa olyan dolgot csinált, ami azt mondjam, hogy a normalitás vonalán ment. Biden ezt nagyjából teljesen felrúgta megint, és visszatért az Obama-féle nagyon, és macsó külpolitikához. Ebben remélünk változást, hogyha Trump ismét elnök lesz novemberben, amithez még meg kell nyerni a választásokat. Hát majd meglátjuk, addig is még sokszor kell majd jelentkeznünk ezekben a kérdésekben, és hallgatóinknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és Magyar Jónatának is, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget.